fejlesztések zajlanak a városban. Korszerű kerékpárút és gyalogátkelő szolgálja a bajaiak biztonságát a jövőben. Adj vért, ments meg három életet. A vérkészletek biztosítása érdekében mindenkit véradásra biztat a Magyar Vöröskereszt. Túl a százon, embert próbáló kihívást teljesítettek hétvégén a bajai karatékák. Kedves nézőink, szeptember 9-én csütörtökön köszöntöm Önöket a Bajai Televízió híradójában. Megújul és bővül a kerékpárút a Bajcsy-Zsirinszky úton. A fejlesztés közel 90 millió forintba kerül, amely pályázati forrásból és önkormányzati finanszírozásból valósulhat meg. Emellett gyalogátkelő helyet alakítanak ki a Szabadság utca egy forgalmas szakaszán, ezt október végén már birtokba is vehetik a bajaiak. A zebra közel 14 millió forintba kerül majd a városnak. A napokban elkezdődött a Bajcsy-Zsirinszky út mentén futó bicikliút felújítása és kiegészítése. A csaknem 90 millió forintos beruházás részben pályázati forrásból, részben pedig önkormányzati finanszírozásból valósulhat meg. Mivel ez az egyik legforgalmasabb kerékpárút a városban, biztonsági szempontok is indokolták a fejlesztést, de a biciklisáv állapota is igényelte már a felújítást, mondta híradónknak Szél Péter. Az alpolgármester azt is hozzátette, hogy a piac sarkánál egy gyalogátkelő helyet is kialakítanak kerékpáros áthaladási lehetőséggel, amely összekapcsolódik majd a Jurovel 6-os bicikliúttal. A projekt keretein belül a kerékpárosok szakaszát továbbfejlesztik a lakótelep közelében. A Völgy utca felé való leágazása is megújításra kerül. A Völgy utcában az Ibl sétányig a gyalogos és a kerékpályos pálya egy felületen osztott módon fog végigmenni, majd utána az Ibl sétány után még egy nagyjából 30 méternyi, körülbelül a német központot megközelítő módon két pályás kerékpárút lesz. Az alpolgármester azt mondta, remélik, hogy a fejlesztés valamelyest megkönnyíti az Alföldi tér és a piac területe között a közlekedést. Az erre haladó biciklisek egy része örül a felújításnak. Keskön is volt, meg elég el volt hanyagóva. Szerintem nagyon jó ez így. Ja, láttam, hogy csinálják, most is megkerültem őket. Ja. Annak nagyon örülnék, ha bővülne másút, és igen, igen. Mindenfelé, különösen a nagy bevásárló központok felé, az nagyon jó lenne, mert sokan kerékpározunk. Nem csak a Bajcsy-Zsirinszky úton zajlanak a munkálatok, a Szabadság utcában is a célegyenesbe ért az ottani zebra kialakítása, amelynek kezdeményezésében a lakók, a közeli üzlet tulajdonosok és önkormányzati képviselők is részt vettek. Úgy gondolom, hogy vannak a napnak olyan időszakai, amikor nagyon forgalmas ez az utca. Mi mondjuk általában így napközben szoktunk erre járni, akkor nem olyan nagyon vészes, de a reggeli délutáni időszakban valószínűleg hasznos lesz, hogyha könnyebben lehet biztos átkelni az úton így emellett. A fejlesztésre csaknem 14 millió forintot költenek, és októberben vehetik majd birtokba a bajaiak. Ezen kívül tovább bővül majd a gyalogátkelő helyek sora a városban. A Kölcsey utcában, a Mártonszállási úton, valamint a köztemetőnél is várható majd egy-egy zebra kialakítása. Hétfőtől a Sárbogárd-Bátaszék és a Bátaszék-Baja-Kiskunhalas vonal egyes megálló helyei előtt is előre jelezni kell a leszállási szándékot, közölte a MÁV Start. A vasúttársaság szerint az intézkedéssel üzemanyagot takarítanak meg, és a vonatok is pontosabbak lehetnek általa. Az érintett megálló helyeken és járatokon tájékoztató táblákkal és hirdetményekkel, a vonatokon azok útvonalának állomásain pedig hangos utastájékoztatással hívják fel a közlekedők figyelmét a feltételes megállásokra. A vasúttársaság arra kéri az utazókat, hogy a megállóhelyekre érkezés előtt időben jelezzék a leszállási szándékukat, illetve a peronokon olyan helyre álljanak, hogy a mozdonyvezető távolról is láthassa a felszállni szándékozókat. A véradás a segítségnyújtás a legegyszerűbb módja. Egy alkalommal akár három életet is megmenthetünk. Baján a szokásoknak megfelelően ezúttal a Bácskai Kultúrpalotában várta a donorokat a Magyar Vöröskereszt Bajai Szervezete. A héten pénteken lesz legközelebb véradás, akkor a Bajai Szent Rókus Kórház diagnosztikai osztályán szerveznek akciót. Vagy legyél véradó, aki megment három életet. Az elmúlt egy évben jelentősen visszaesett a hazai vérkészletek száma.
A pandémia miatt sokan nem mertek részt venni a véradásokon, fontos azonban tudni, hogy a koronavírus nem terjed vérútján. Török Sándorné, a Magyar Vöröskereszt bajai szervezetének területi vezetője kiemelte, védettségi kártyát nem kell felmutatniuk az önkénteseknek, de a résztvevőknek maszkot kell viselniük a jelenlegi jogszabályok értelmében. A véradás az az ember az időszakban főleg nagyon nagy jelentőségű. Nagy jelentőségű volt nyáron, mert akkor ugye több baleset volt, több vér kellett a balesetek miatt. Most is mennek a műtétek, és nem is gondolnánk, hogy egy-egy idézőjelben kisebb műtétnek tartjuk ugye a térd műtétet, de ahhoz is több egységvérnek készen kell állni. Az akciókon 18 és 65 év között lehet részt venni. A véradás feltétele továbbá az 50 kg feletti testsúly és a megfelelő egészségi állapot, amit a helyszínen elvégzett rövid orvosi vizsgálat igazol. Török Sándorné kiemelte, egyre kevesebb a véradó, de továbbra is ösztönzik az embereket. Az őszi időszakban például a középiskolákba fognak ellátogatni. Szeretnék mindenkit megkérni, aki úgy érzi, hogy egészséges, és segíteni szeretne, akkor azt tegye meg. Ez egy tűszúrás, és olyasmi, mint egy vérvétel. Nem jár nagyobb fájdalommal, de maga az érzés, amikor már adja a vért, az is egy csodálatos folyamat, és amikor megkapja azt az SMS-t, hogy a vérét felhasználták a beteg jobbulása érdekében, hát az meg valami fantasztikus. Egy vérvétel alkalmával 4,5 deciliter vért vesznek le. Az egységeket Szegeden megvizsgálják, majd a kórházakba szállítják azokat. A nők 4 alkalommal, a férfiak pedig 5-ször adhatnak vért egy évben. Baján péntekenként, így ezen a héten is, a bajai Szent Rókus Kórház diagnosztikai épületének 2. emeletén várják a véradókat, a transzfúziós osztályon 8 és 14 óra között. Fontos tudni, hogy a kórház egész területén maszkot kell viselni. Mintegy 5000 egyetemi hallgató számára teszi könnyebbé a tanulmányok finanszírozását a kormány. A közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs a legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy nem sorolják át azokat a hallgatókat önköltséges képzésre, akik az előző tanévben nem tudták teljesíteni az állami ösztöndíjhoz szükséges feltételeket. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter kiemelte, az egy évre szóló kedvezménnyel a tavaly nehéz helyzetbe került tanulókat szeretnék támogatni. A tavalyi évben, végig az egész tanévben tantermen kívüli távoktatás volt a felsőoktatásban. Éppen ezért voltak olyan hallgatók, akik nem tudták teljesíteni azokat a feltételeket, amelyek az állami finanszírozású képzéshez kellenek. Ezért őket át kellene most sorolnunk önköltséges finanszírozásra. Ettől az átsorolástól az idei tanévben eltekintünk. Ez tehát azt jelenti, hogy azoknak sem kell a jövőben fizetniük a tanulmányaikért, akik nem tudták az előző távoktatásos tanévben teljesíteni a szükséges feltételeket. Ezzel is szeretnénk segíteni a felsőoktatási hallgatókat, és persze a jövőben mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az összes kritériumot teljesítsék. Hazánkban évente csaknem 1,8 millió tonna élelmiszer hulladék keletkezik, amelyek jelentős része a háztartásokban termelődik. A kidobott termékek mintegy felét a megromlott vagy feleslegesen vásárolt élelmiszerek teszik ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal idén is meghirdette a pazarlás ellen kampányoló akcióját, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület pedig a rászorulók élelmezését segíti az őszi hónapokban. Ebédidő van az egyik bajai étteremben. A vendéglátó egységben a fogások széles választéka várja a betérőket. Az étkezdében a helyben fogyasztás mellett nagy mennyiségben készítenek ételt rendelésre, amelyhez jelentős mennyiségű alapanyagot használnak fel. Heimül Ivet azt mondja, semmit sem hagynak kárba veszni, a felesleges hozzávalók sokszor dekorációként kerülnek a tányérokra. Az étlapunkon széles választék található, friss alapanyagokba dolgozunk, húsokat és rengeteg zöldséget használunk fel, de ami például megmarad a zöldségeknél, a héjuk, azokat alaplébe főzzük, tehát próbálunk mindent felhasználni. Ha netalántán a húsok megmaradnak úgy a szavatossági lejárása előtt, akkor abból a személyzeti ételt készítünk. Nem mindenhol ügyelnek a környezet tudatosságra. Felmérések szerint a hazánkban felgyülemlett élelmiszer hulladék mértéke évente megközelíti a 2 millió tonnát.
A háztartásokban felhalmozódó anyagok jelentős része pedig sok esetben azért landul a kukában, mert a fogyasztók a szükségesnél több terméket vásároltak. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal adatai alapján egy 4 fős magyar család évente mintegy 50 ezer forint értékű élelmiszer dobt ki, amelyet feleslegesen vett meg. Ez személyekre lebontva azt jelenti, hogy egy fő évente mintegy 65 kg-nyi ételt pazarol el. Annak érdekében, hogy mérséklődjön az élelmiszer hulladék mértéke, a hivatal 5 évvel ezelőtt elindította a maradék nélkül programot, amely során a világszintű problémára és annak megelőzésére hívják fel a társadalom figyelmét. Óriási súlyú problémáról van szó, és ráadásul egy nagyon nehezen kezelhető problémáról, mert észrevétlenül fejti ki a káros hatását. Világszerte minden 3. megtermelt élelmiszer kilogramm veszendőbe megy. Európában sem jó a helyzet. Azt mondhatjuk, hogy az összes élelmiszer hulladék körülbelül 1/3 itt is veszendőbe megy, és ennek a veszendőbe ment elpazarolt élelmiszer mennyiségnek a felét a háztartások idézőjelbe állítják elő, tehát mi fogyasztók sokat tehetünk azért, hogy fenntarthatóbb legyen az élelmiszerláncunk. A statisztikák szerint a magasabb jövedelemmel rendelkező személyek többet pazarolnak. Egy másik felmérés pedig arra világít rá, hogy a fiatalok egyre tudatosabban vásárolnak, és jobban figyelnek a környezetükre is. A program vezetője szerint némi odafigyeléssel és néhány apró trükkel könnyen jelentősen lecsökkenthető az élelmiszer hulladék mértéke a háztartásokban. Bevásárlásnál érdemes összeállítani egy konkrét listát, amelyen azon tételek szerepelnek, amiből valóban hiány van a háztartásokban. Célszerű figyelni a lejárati dátumot a termékeken, a tartós élelmiszerek ugyanis sokáig elállnak, így azokat gyakran a csomagoláson feltüntetett időpont után is el lehet fogyasztani. A kampány részleteiről és a gyakorlatban is működő praktikákról a Maradék Nélkül program hivatalos honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők. Megérkezett az új bácskai napló a postaládákba. A 2 hetente megjelenő közéleti lap szeptember 9-ei számában többek között a felújított jelkitérről, illetve a Városi Vagyonkezelő Társaság legutóbbi pénzügyi beszámolójáról olvashatnak, de az Axiál új robotizált fejlesztéséről is tájékoztatják a szerkesztők a bajaiakat. A politikai rovatban a 2021-es előválasztással is foglalkoznak, a lap 5. oldalán a bajai jelöltek bemutatkozójával találkozhatnak az olvasók. Az állandó zöld rovatban az őszi teendőkkel kapcsolatban adnak tanácsokat, míg a sporthírekben az MNAMK új rekordtán sportpályája kerül középpontba. Az újság utolsó oldalán a már megszokott karikatúra és játék kapott helyet. Embert próbáló megmérettetésen vettek részt a bajai karatékák. Kern Róbert tanítványai ezúttal Orosházán léptek tatamira, ahol nem mindennapi feladatra vállalkoztak. Az egyesület delegációjának minden tagja sikeresen vette az akadályt, és sikerült teljesíteniük a 100x1 perces kihívást. Nem mindennapi feladatra készültek fel a bajai karatékák. Kern Róbert tanítványai hétvégén Orosházára utaztak, ahol az úgynevezett 100x1 perces kihívás küzdelmeiben vettek részt az ifjú sportolók. Itt gyakorlatilag arról szólt a történet, hogy 100 küzdő, illetve 100 meneten keresztül egymással dojo fightot, tehát gyakorlatilag védőfelszerelésbe küzdenek egymással az emberek, és a lényeg az, hogy az a 100x1 perc az elteljen, meglegyen, és gyakorlatilag ez egy felemelő érzésként aztán az ember volt maradjon. A kihívás komoly erőllétet és kitartást igényel, így nagy hangsúlyt fektettek a felkészülésre a Sián műhelyében. A sportolók hetente 3 alkalommal látogattak el a dojóba, hogy megfelelő formában érkezzenek az emberpróbáló megmérettetésre. Nagyon sokat készültünk rá, hát 5-6-szor lenyomtuk ugye itt a dojóban 30 küzdelmet, és hát kb. Ugyanolyan volt, tehát nagyon keményen küzdöttünk itt is, és ugyanott is. Itt is nagyon sokat edzettünk, meg ott van is, én legalábbis edzettem. És lett eredménye. Az erőfelmérőn övszínnek megfelelően választhattak mennyiséget a nevezők. A bajai egyesület fiataljai között volt, aki 20 perc küzdelemre jelentkezett, de akadtak olyan karatékák is, akik a 30 percet is bevállalták. Tök simán ment
Az egyik egy picit nehéz volt, de utána már a többi ment jól. 20 menetet nyomtam, és szerintem bírtam volna még, és nagyon jól éreztem magam. Rutinos sportolókból sem volt hiány, dr. Csábi Bettina és Szenszei Róka György is jelentkezett a kihívásra. Betti első alkalommal teljesítette a 100x1 percet, míg Györgyi már másodszor vágott neki az erőfelmérőnek. A Szenszei nem volt könnyű helyzetben, de kitartásának és lelki erejének köszönhetően az országban egyedüli nőként másodszorra is megküzdött önmagával. Kicsit kétes érzéseim vannak a dologgal kapcsolatban, valószínű azért, mert ugye előtte nem egész két héttel jöttünk ugye haza Krakkóból, és elég durva sérülésekkel érkeztem meg szombaton erre a megmérettetésre. Jól éreztem magam, nem mondom, hogy harmadszor is meg fogom csinálni. Ezt is így visszagondolva el is mondtam a tanítványoknak, hogy nem is magamért már, mert azt ugye 19-ben megcsináltam. Ezt most már a tanítványok miatt csináltam, hogy egy húzóerő legyek, és mutassam nekik az utat, hogy merre kell haladni. A versenyzők továbbra is keményen tréningeznek a dojóban, hiszen hamarosan újabb rangos erőfelmérő vár rájuk. A fiatalok novemberben Krakkóba utaznak, ahol a világ legjobbjai ellen küzdhetnek majd meg. Most pedig főpíreink következnek még egyszer röviden. Újabb útfejlesztések zajlanak a városban. Korszerű kerékpárút és gyalogátkelő szolgálja a bajaiak biztonságát a jövőben. Adj vért, ments meg 3 életet. A vérkészletek biztosítása érdekében mindenkit véradásra biztat a Magyar Vöröskereszt. Túl a 100-on embert próbáló kihívást teljesítettek hétvégén a bajai karatékák. Kedves nézőink, ezek voltak a csütörtöki hírek itt a Bajai Televízióban, hátra van még az időjárás és vízállás jelentés, friss összeállítással pedig holnap este 6 órakor várom majd Önöket. A műsort készítő kollégák nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken napos, száraz időre lehet számítani, csupán néhol lehet kevés fátyol felhő az égen. A Dunántúlon élénk, máshol mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 14 fok között alakul, de a hidegre érzékeny völgyekben is a homokhátságokon ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között várható.